csapat. Közép 3, 2, 1, boldog. Sok szeretettel köszöntünk benneteket a második évad, online töprengő második évadjának utolsó adásában. Emlékeztetünk benneteket, hogy ez az utolsó adás a második évadnak, tehát az utolsó 6 rejtvénynek a megoldásait még kitölthetitek holnap délig, szombat délig. Mert utána a délutáni online oratóriumban már eredményhirdetés várható. Most pedig Szabolcs. Köszönöm. Na most már végre a várovárt imádság, amire az elején már bemozdultunk. Ma egy komoly szándékért, még ma is egy komoly szándékért hívlak titeket, hogy együtt imádkozzunk. Tegnap előtt ünnepeltük Szávio Szentdomonkost, aki egyházunk kincse, és tényleg egy a domboszkói oratóriumnak egy kiemelkedő példája a szentség útján. Imádkozzunk, hogy minden fiatal kiskorától fogva testben, lélekben és elmében is Istennek szentelve tisztán nevelődjön, legyen, aki elkísérje, és imádkozzunk Mária tiszta szűz közbenjárásáért, aki önmagában megérezte ezt, hogy teljesen Istennek volt adva, Isten hordozója volt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcseit. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöket, most és halálunk óráján. Amen. A mai nap megoldását nem én mondom meg, majd ti írjátok le, de egy szent vagy egy boldog lesz, úgyhogy hajrá! Nem? Az 1938-as Eukarisztikus Világkongresszus évében a Püspöki Elemi Iskolában egy színdarabot szerveztek Szent Tarzicius életéről. Megkérdezték a diákokat, ki szeretne Szent Tarzicius szerepében játszani? Ez a személy két kézzel jelentkezett. Én! A magyar Tarzíciusnak is nevezik őt. A teste a szombathelyi Szalézi Szent Quirin templomnak a kriptájában volt eltemetve, egészen a boldog beavatásáig. Ne felejtsétek el, hogy a megfejtéseket a videó alatti linkre kattintva, vagy az utánunk jövő QR kódot befényképezve küldhetitek el. Sziasztok! Sziasztok! Holnap délig!